ma esti témánk az erek biológiai programjainak összefoglalása. Ez a téma egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és sok mindenkit érint. Az erek biológiai programjainak összefoglalása viszér, érszűkület, érelmeszesedés és következményeik tárgyköréig fogja feltárni. Mindezt a germánygyógytudomány szerint. De mi ez a germánygyógytudomány? Min alapszik? Milyen törvényszerűségeken keresztül ismerhetjük meg, illetve hogyan ismerhetjük meg a saját biológiánk működését, és azt, hogy hogyan tudunk helyreállításokat, öngyógyító folyamatokat elindítani. Remélem, hogy erről is szó esik. De mi az, hogy germánygyógytudomány? Ki fedezte fel? Mit illik erről tudni? Erről fog ma is egy fantasztikus összefoglalást kínálni dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász, germánygyógytudomány terapeuta. Fogadják őt nagy szeretettel. Szép estét kívánok mindenkinek, én is, és határokon minden is túl, közel-keleten, távol-keleten, óperenciás tengeren túl, és nagyon örülök annak, hogy egyre többen vannak, akik érdeklődnek az egészségük iránt, már is több mint 200-an vagyunk a teremben. Szóval az erek biológiai programjait úgy gondoltam össze kéne foglalni, mert több helyen volt szó róla, de egy összefoglalásban akkor hadd lássuk, hogy miről is szól valójában. Nem csak a véneknek az ere, vagy csak a nyirokereknek a programja, hanem lássuk egybe az egész érrendszert. Úgy gondoltam, ez mindenkit érinteni fog, ez az ér program. A germán gyógytudomány atya dr. Rike Gerd Hammer, és tudjuk nagyon jól, hogy a felfedezését a családi tragédiájának köszönheti, ugyanis a fia a karjai közt halt meg, 19 éves fia, 1978. december 7-én pedig 111 napon keresztül küzdött Hammer doktor, hogy az életét megmentse. A gyermek halála után két hónappal Hammer doktornak here daganata lett, és elgondolkodott azon, hogy valami kapcsolata kell legyen a fia elvesztése és a kialakult here daganata között. És minden egy jó gondolattal indul el, csak hogy Hammer doktor, mint kutató, orvos, mint feltaláló, egyben fizikus és teológus, ugye, bizonyítékot akart szerezni arra, hogy valóban valamilyen érzelmi megrázkódtatás az, ami elindít egy szervi elváltozást a szervezetünkben, és 1981-ben Hammer doktor közli a rák vas törvényét, ami tartalmazza a DHS kritériumait. A DHS, a fiának a neve, Dirk-Hammer szindróma, és azok az ismérvek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy érzelmi megrázkódtatás, egy szervi elváltozást indítson el bennünk. De miről is van szó, hiszen minden nap érnek minket érzelmi megrázkódtatások, mégsem lesz mindegyikből betegség. A legfontosabb dolog az, hogy egy drámai történetről kell legyen szó, tehát egy súlyos, váratlan, meglepetésszerű történetről kell legyen szó, ami magányosan éltünk meg, elszigetelten, és a lényeg, hogy benne ragadtunk a konfliktusban. És ebből már is kiderül, hogy ha mi nem ragadunk benne a konfliktusban, hanem minden napunkat békével lezárjuk, akkor hiába volt nekünk a mai nap is valami váratlan, hirtelen, megrázó élményünk, ami súlyosan megrázott minket, hogyha a ma esténket is békével fogjuk lezárni, nem maradunk benne a konfliktusba, akkor kérem szépen ebből nem lesz tartós biológiai válasz. Ugyanis minden ilyen történet, ami lelki megrázkódtatás, érzelmi megrázkódtatás, az agy közvetítésével fog elindítani egy szervi elváltozást. Ez egy nagyon lényeges dolog. A lélek-agy-szerv tengelynek a felismerése, és természetesen ebből az is következik, hogy nincs szervi elváltozás lelki megrázkódtatás nélkül,
és ennek a lelki megrázkódtatásnak a képét az agyban mindig kimutathatjuk. Erről szólt az agydaganatokról, vagy az agyvérzésről szóló webkonferencia anyag is. Na most a konfliktus pillanatában kialakulnak az úgynevezett sinek. Ide kékbetűvel az van beírva, hogy sinek. Tehát rögzülnek a körülmények, pontosan azért, hogyha legközelebb valami ebből a váratlan eseményből emlékeztetőleg megjelenik, akkor már is a biológiánk teljes programmal tudja beindítani a túlélést, mert ezek mind értelmes biológiai különprogramok. Igaz, hogy eddig betegségeknek neveztük őket, mert azt hittük, hogy az egész egy nagy szivatás, és nem tudjuk, hogy mitől van, és hogyan, és miként, de kiderül, hogy értelmes biológiai különprogramok futnak a szervezetünkbe, nem pedig ismeretlen, rosszindulatú és gyógyíthatatlan programok. De hát ebből ez még az első biológiai természettörvény, ami gyakorlatilag rámutatta arra, hogy igenis a ráknak megvan az oka. És itt a lelki tényezőkről beszélek. Nem tartozik a germán gyógytudományba a balesetek, a fizikai tényezők, mérgezések, sugárzások, vegyipari dolgok, vagy éppenséggel a különböző műtétek következményei, vagy éppenséggel az orvosi beavatkozások következményei. Ezek nem tartoznak oda, ezek nem lelki megrázkódtatásból elindult biológiai programok, de természetesen, hogy külső tényezők hatására is fog a szervezetünkben valamilyen válaszreakció megtörténni. A germán gyógytudomány azokkal a programokkal foglalkozik, amelyeknek a krónikus betegségeinket köszönhetjük, amelyek daganatok létrehozása, pszichózisok létrehozásához vezet, és kiderül, hogy a krónikus betegségek, a daganatok, a pszichózisok, ezek mind gyógyíthatók, ha tudjuk, hogy mi az oka. Mert ha valaminek ismerem az okát, akkor meg tudom szüntetni. Ha nem ismerem az okát, akkor egy életen át lehet kezelni. Ez sokba kerül, de nem megoldás. A lényeges felismerés ugyanakkor az is, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Hogy soha nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy arra nekem mi volt az érzelmi válaszom. A második biológiai törvényt hamarosan, az első után Hammer doktor már megismerte, feltalálta, mert megfigyelte, mint kutatóember, hogy minden betegség két fázisban zajlik, van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasza. Vagy fogalmazhatnék úgy, hogy van egy hideg szakasza, és van egy meleg szakasza. Ezért van kékkel jelölve a konfliktus aktív fázis. Nyilvánvaló, a DHS ebben a háromszögben azt jelenti, hogy megtörtént a váratlan meglepetésszerű esemény, amiből nem tudtam kimászni. És ameddig én benne vagyok ebben a konfliktusban, hát addig tart a konfliktus aktív szakasz, és tudjuk nagyon jól, aki az öt biológiai természettörvényt megnézte, hogy ez alatt az idő alatt lesz hideg a kezünk, a lábunk, mert ugye ez szimpatikus idegrendszer túlsúlya jellemző, az erek szükületével, a hűvös végtagokkal, a feszültebb idegállapottal, ami miatt nem tudunk elaludni, vagy ha elalszunk is felébredünk, nincsen étvágyunk, nem eszünk rendesen, lefogyunk, illetve emelkedik a vérnyomásunk, a pulzusszámunk, a légzésszámunk, és ha ez hosszú ideig tart, akkor az úgynevezett stresszhormonok szintje is emelkedni fog a szervezetünkbe. Ne feledjük el, hogy arra a lelki megrázkódtatásra, amit a DHS pillanatában megéltünk, a biológiánk már a konfliktus aktív szakaszban ad egy biológiai választ. Rögtön segít nekünk, biológiai szinten természetesen, hogy megoldjuk azt a történetet, ami nekünk egy olyan lelki megrázkódtatást okozott, amiben benne ragadtunk a programban. A biológiánk mindig a pillanatra felel. Ezt ne felejtsük el, és hogyha mi minden nap újra meg újra behozzuk a történetet, akkor folyamatosan egy bizonyos történetre fogunk reagálni, függetlenül attól, hogy az a történet éppenséggel aktuális vagy nem aktuális. Ezért lényeges a feloldás, a konfliktus megoldása érzelmi szinten, mert akkor eltűnnek a sinek, és nem ismétlődik a program. De ha nem oldjuk föl érzelmileg a konfliktust, akkor a sinek természetesen megmaradnak, és folytatják
az útjukat, vagyis hogyha újra találkozunk egy emlékeztető körülménnyel, újraindul az egész program. Nos, a KM a konfliktus megoldását jelenti, ez ha nem érzelmileg történik, megtörténhet úgy, hogy mondjuk megváltoztak a körülmények, elköltöztünk, más munkahelyre kerültem, valami történt, meghalt az, akivel konfliktust éltem meg, stb. És beindul a megoldási szakasz, és nyilván, hogy a megoldási szakaszban már meleg tüneteink lesznek, vagyis gyulladásos tünetek. Az adott szervszinten, ugye lélek-agyszervszinten történik minden, a lelki szinten jellemző ránk a megnyugvás, az agyi szinten jellemző a hámeri gócnak az ödémásodása, és ödémás lesz nem csak a hámeri góc, hanem szervi szinten az adott sejttömeg. Ezért a hámeri góc ödémásodása miatt fejfájásunk lesz, a sejttömeg helyreállítása miatt pedig gyulladásos tüneteink lesznek. Aztán az epileptoid krízis, ami itt van a gyógyulás és a szakasz kellős közepén, azért arra hivatott, hogy rendbe tegye az agyi központot, ekkor újra a szimpatikus idegrendszernek a tünetei jellemzőek és fokozottan jelennek meg, és ekkor elindul az agyból a víznek a kipréselése, ugyanakkor szervi szinten is kipréselődik a víz, vagyis több folyadékot fogunk üríteni, többet vizelünk, mint amennyit ittunk, és jön a hegesedési fázis, amelyben megerősödik mindaz, ami az exudatív fázisban elkezdődött. Vagyis a hegszövet kialakulása itt mutatható ki. Ugyanakkor, ha az exudatív fázisban csinálnak szövettani mintát, akkor azt rossz indulatú daganatnak nevezik, ha a hegesedési fázisban csinálnak szövettani mintát, azt már jó indulatú daganatnak fogják nevezni a korboncnokok a mikroszkóp alatti kép alapján. De tudhatnánk, hogy jó vagy rossz indulat csak a mesében, meg az emberek fejében van, a biológiában túlélő programok vannak, éppen annak a grafikonját mutatom. Azt is még el kell mondani, hogy az epileptoid krízisben lesznek a zajos tünetek, és ha erekről van szó, akkor ugye a mélyvénás trombózis az mindig az epileptoid krízisben fog jelentkezni. Ezt lehet gyógyszeresen természetesen akadályozni, illetve a tüneteket tompítani. Itt nem arról van szó, hogy kizárjuk magunkat a teljes orvosi ellátásból. Arról van szó, hogy az orvosi ellátás az igazodjon ahhoz a biológiai programhoz, amit Hammer doktor leírt, és akkor ténylegesen segíteni tudunk az embereken. Nos, ha eljutottunk a program végére, akkor meg is gyógyultunk, de vannak helyzetek, amikor nem gyógyulunk meg. Vajon miért nem gyógyulunk meg? Miért alakulnak ki a krónikus betegségek? Hát ugye, mert meg se oldjuk a konfliktust, és ekkor, ha erekről van szó, akkor az erek falát egyfolytában vékonyítani fogjuk, és mondjuk, ha vénákról beszélünk, akkor ez a folyamatos, hát béklyó konfliktus a lábszárakon azt fogja jelenteni, hogy a vénafal kiukad, kérem szépen. Annyira tönkre megy a vénás keringés, hogy a szövetek oxigénhiányban szenvednek, és kialakul a lábszárfekély. Ez a meg nem oldott konfliktus következménye. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy nem oldottam meg érzelmileg mondjuk a békjó konfliktusomat, és hát mindig van egy szép vénás, gyulladásos folyamatom, vagy van, vagy nincs kísérő tünetként egy trombózisom is, de ez elmúlik, aztán újra jelentkezik, meg aztán újra jelentkezik, tehát vannak tünetmentes időszakok, és aztán újra meg újra begyullad a vénánk, az orvos meg is vigasztal minket, hogy hát világosságon ez már így van, ez már így marad, és számolhat arra, hogy kiújul. Na most a kiújulás csak és kizárólag tőlünk függ, senki mástól, ha feloldjuk érzelmileg a konfliktust, akkor az a bizonyos mélyvénás trombózis nem fog többet megismétlődni. És itt van a függő gyógyulásnak is az ábrája a Hammer doktor könyvéből, és ezek a kék szakaszok csupán azt jelentik, hogy rövid időszakonként, rövid időre sínre kerülünk, mert ugye a megoldás nem történt meg érzelmileg. Ennek az lesz a következménye, hogy szinte folyamatosan fennállnak a gyulladásos tünetek.
Én azt hiszem, hogy ha tudjuk valaminek a kiváltó okát, hogy mi az, hogy DHS, ugye a kiváltó okot, és ha azt mi érzelmileg megoldjuk, akkor lezárhatjuk még az ér programjainkat is. A harmadik biológiai természet törvényben Hammer doktor föltárja tehát, hogy mi történik a két fázis alatt. Ugye beszéltünk a második törvényben arról, hogy van két fázis, egy fázis, egy konfliktus aktív és megoldási fázis. De mi történik ez alatt? Ugye szóltam, hogy feszült vagyok, ideges vagyok, stb. És azt is mondtam, hogy már a konfliktus aktív fázisban kapok egy biológiai segítséget arra, amit én érzelmileg nem tudok feloldani. De hát tudja mindenki, hogy sejtekből vagyunk felépítve, és ezek működnek, mert ugye ha nem működnek, akkor azt úgy hívják, hogy holttest. Tehát ameddig működnek ezek a sejtek, vagyis ameddig élünk, addig vagy a sejtek szaporításával, vagy a sejteknek a sorvasztásával, vagy pedig a működés módosításával fogunk biológiai választ kapni a fel nem oldott érzelmi konfliktusra. Ha megoldjuk a konfliktusunkat, akkor természetesen, ha túl sok sejtet szaporítottunk, a felesleget lebontjuk. Ugye ez teljesen logikus. Ha meg lebontott sejtek vannak a konfliktus aktív szakaszban, akkor a megoldásban visszaépítjük, és hogyha valamilyen működést gátoltunk a túlélés érdekében, akkor ezt a működést helyre fogjuk állítani. Én azt hiszem, ez annyira egyszerű és annyira logikus, hogy ez minden ember számára egyszerű és érthető, nem kell ehhez senkinek különleges biológiai előtanulmányt elvégeznie. Hadd kérdezzek egy nagyivat, kedves Kereszt. Azt mondod, hogy a csiralemezen döntik el, hogy mi fog történni? Igen, ezt akarom bemutatni, hogy minden attól függ, hogy melyik csiralemezből származik az adott sejtünk, szövetünk, és pontosan ez adja a tudományos alapját mindennek, amit Hammer doktor elmond, hiszen ő az embriológiáig leásott, és ott írta le számunkra, hogy mi történik a konfliktus aktív és megoldási szakaszban, és hogy ez pont attól függ, ahogy mondtad, hogy melyik csira lemezből származik az adott sejtünk vagy szövetünk. Természetesen, hogy az adott szöveteink egy életen át megtartják a működésüket. Nem vándorolnak A pontból B pontba, a prostata sejtemből nem lesz se tüdősejt, se csontsejt, az örökké prostata sejt marad. Tehát a metasztázisoknak a kérdését már is törölhetjük, mert ez csupán egy elképzelés, amit próbálnak igazolni, de valahogy sehogy se jön össze. A lényeg a következő. Ha tudom azt, hogy minden sejtem, minden szövetem, ebből a három csiralemezből alakult itt ki, amit keresztmetszeti képen láttunk a Hammer doktor rajzán, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva, akkor természetes, hogy minden sejtünk, minden szövetünk egy bizonyos működést fog elvégezni. És a legősibb sejtjeinket, amit a legősibb idegrendszeri képlet az agytörzs vezérel, nyilván az alapvető életfeltételeket biztosítják, vagyis mindazt, amire szükségünk van a túlélésre. Mire van szükségünk? Vízre, levegőre, táplálékra. Ezeket a falatokat, idézőjelbe, ezeket meg kell kapjam ahhoz, hogy túléljek. Tehát ha mindenkinek van vize, levegője és tápláléka, már is megnyugodhat, törölheti a pánikot, hiszen él, és megvannak az túléléshez szükséges feltételei. A fény és hang falat megszerzését is az agytörzs biztosítja, csak hogy egészen 100%-ban elmondjuk, hogy mik tartoznak a falat konfliktusokhoz. Erről is volt külön webkonferencia, és a jó hírem az, hogy megkezdtük ezeknek a webkonferenciáknak a feldolgozását, és igyekszünk az elmaradt anyagokat kirakni a YouTube csatornánkra és a weblapra. Nos, a középső narancssárga színnel jelzett csiralemez, mezoderma, ugye? A kisagy és a fehérállomány irányítása alatt van. De egyéb problémák tartoznak ide, mint falat, mert ugye már az biztosítva van, de ott van az, hogy támadási konfliktus.
Minden támadási konfliktusra, tehát vélt vagy valós támadásra, erről is szó volt egy külön webkonferencián, a kisagyfog parancsot adni a sejteknek a szaporodásra, konfliktus aktív szakaszban, megoldásban, nyilván gyulladásos folyamatokkal lebomlanak a felesleges sejtek. Nos, a kisagy az írhal sejtjeit indítja el szaporodásnak, illetve a hashártya, mellhártya, szívburok sejtjeit a támadásra, de a gondozási konfliktus is ide tartozik, ami csak az emlősökre jellemző, a gondozási konfliktus. A gyikok nem fognak soha a gondozási konfliktust megélni, leteszik a tojásaikat, rábízzák a napsütésre, és a dolog be van fejezve. De az emlősöknél a gondozási konfliktus az emlőkre hat, az emlő mirigyekre hat, és gondozási konfliktus következményeként fog beindulni az emlőmirigy túlszaporodása, ha túl sokáig benne ülünk abban az aggódásban, amit egy szeretett élő lényel kapcsolatban élünk meg, mindegy, hogy jobbkezesek, balkezesek, férfiak vagy nők vagyunk. A fehér állomány az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusokat fogja föl, ugye itt vannak azok a relék, amelyek ezzel foglalkoznak, és a mai nap is ezt fogjuk részletesebben tárgyalni. A lényeg az, hogy tudjunk róla, hogy a csontok, ízületek, izmok, erek és kötőszövet, zsírszövet tartoznak ide, és ugye ma az erekről fogunk beszélni. Az ektoderma sejtjeit az agy kéreg irányítja, és ezek a sejtek, ezek egy külső burkot képeznek a testünkön, ugye ez a külső borításunk, a többrétegű elszorosodott labhám, nyilván az elválasztási konfliktusok fognak itt megjelenni, ez is egy külön webkonferencia témája volt, ez év január 15-én, és a birtok konfliktusok is ide tartoznak, erről a múlt évben volt webkonferencia, de ez már elérhető a weblapról és a YouTube csatornáról. Tehát a lényeg az, hogy az agy kéreg a sejtek sorvasztásával indítja el a programot, és a sejtek visszaépítése fog megtörténni a megoldási szakaszban. Ugyanakkor az agykéreg működésváltozással is képes a túlélésünket biztosítani. Innen indulnak ki az akaratlagos izommozgások és az érzékszervekhez érkező ingerek ingerületté alakulnak, majd ezek az ingerületek feljutnak az agyba, és itt válik érzetté a megfelelő központokon. Nos, a negyedik biológiai természet törvény pedig leírja számunkra azt, hogy a bennünk élő mikróbák azok a mi barátaink. Tehát a bélrendszerben végig a szájunktól egészen a végbélnyilásig baktériumokkal vagyunk tele, és ezeket antibiotikumokkal kiírtjuk, ugye akkor már mindenki tudja, hogy az nem egy jó dolog. Ugyanakkor van hüvelyflóra is, és vannak tuberkulotikus baktériumok is, amelyek szintén a mi barátaink, akárhogy nem így tanítottak minket. De a lényeges az volna, hogy megértsük, hogy ezek a segédek, ezek a mi javunkat szolgálják. Nyilván a túlszaporodásuk is tőlünk függ, mert ha túl sokat ülünk bent a konfliktusban, a konfliktus aktív szakaszban, akkor a megoldási szakaszban annál több segítőre van szükségünk, hogy visszaépítsük vagy lebontsuk a felesleges sejteket. És ha elakad a gyógyulás, ahogy azt ugye mutattam a függő gyógyulás ábrájával, akkor természetesen, hogy ott maradnak a gombák, ott maradnak a baktériumok, vagy ott maradnak a vírusok, csíra lemezhez kötötten, ahogyan itt ezt láthatjuk Hammer doktornak a rajzán. Természetes vannak olyan baktériumok, olyan kórokozók, amelyek valóban kórt okoznak a külső környezetből, a szervezetünkbe bejutó
testidegen kórokozók, azok valóban kórokozók, és ide tartoznak a biológiai fegyverek is. Az ötödik természettörvény pedig a megértés törvénye, és ez annyira egyszerű, hogy 12 éves gyerek is megérti. Mert elég, ha kinézünk az ablakon, ugye, mindenki érzi a tavasz közeledtét, miről szól a természet, miről szól minden, ami él, biologos az élettudománya. Miről szól? Minden élőlény él és élni akar, tehát a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd. Na kérem szépen, akkor ezt nem lehet rossz indulatú folyamatnak nevezni, hanem csupán arról van szó, hogy nem értettük eddig, hogy mi történik a szervezetünkbe, és mindenféle magyarázatot adtunk arra, ami valójában nem úgy van. Ezek a hipotézisek, ezek a nem bizonyított állítások sajnos már dogmává váltak a medicinában, és nem hajlandók felülvizsgálni ezeket az elképzeléseket, és természetes megvan annak is a miértje, de én úgy gondolom, hogy a betegnek a legfontosabb a gyógyulása, és mivel arra esküdtünk, hogy nil nocere, vagyis nem ártani, ezért olyan módszert mutatott be Hammer doktor, és adok tovább, ami arról szól, hogy ne ártsunk az embereknek. A DHS pillanatában, ugye, amint említettem, az biológiánk már is ad egy biológiai választ, és ez a biológiai válasz fog helyre tevődni a megoldási szakaszban. Ezt eddig betegségeknek nevezték. És elnevezték ismeretlen, meg rosszindulatú, meg gyógyíthatatlan beteg folyamatoknak. Kérem szépen, rosszindulatú betegségek nincsenek, gyógyíthatatlan betegségek sincsenek, csak gyógyíthatatlan betegek. Mert az az ember, aki nem hajlandó a gondolkodásán változtatni, és ragaszkodik a rög eszméihez, akkor annak fogja a levét meginni. Természetesen a gondolkodás megváltoztatását csak is úgy lehet elképzelni, hogy logikus gondolkodás mentén tudom elfogadni mindazt, ami itt elhangzik. Én 2 éven át teszteltem Hammer doktor tudományát, mert annyira egyszerűnek tűnt, hogy hihetetlen. És azt hiszem, hogy talán sikerült úgy elmondanom, hogy mindenki számára érthető legyen. Nincs rossz indulatú betegség, ezt jegyezzük meg, nincsenek áttétek, és egyetlen szépsége és nehézsége a germán gyógytudománynak az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Azért szép ez, mert akkor én, mint beteg nem vagyok kiszolgáltatva egy másik ember tudásának, nem tudásának, jó szándékának vagy rossz szándékának, csak önmagamnak vagyok kiszolgáltatva. És ez egyben a nehézsége is, mert az az ember, aki nem akar változtatni a gondolkodását, nem hajlandó érzelmileg feloldani valamit, az továbbra is beteg marad. Hogy mit jelent itt az érzelmi feloldás, hát ez majd még szóba kerül a következőkben. De nézzük a mai nap témája, ugye önleértékelés, önpusztítás. Az új mezoderma, narancssárga színnel jelzett sejtek azok, amelyek a konfliktus aktív szakaszban bomlanak, megoldásban visszaépítenek, és emlékszünk rá, hogy a fehér állománynak a gócai, illetve hát Hammeri gócai idegi központjai azok, amelyek irányítják az összes önleértékelési konfliktust. Na most az, hogy én éppenséggel milyen erősen éltem meg egy önleértékelést, ez meghatározza, hogy milyen szöveteket bontok az adott helyen. Az pedig, hogy mi volt a témája ennek az önleértékelésnek, meghatározza azt, hogy a testemnek melyik részét fogom lebontani. Itt látjuk Hammer doktor könyvéből azt az agyi térképet, amelyben láthatóak azok a relék, amelyek irányítják az önleértékelési konfliktusokat, és láthatjuk, hogy a fejünk tetejétől, a koponyatetőtől, egészen le a lábunkig, itt találjuk a testünk valamennyi anatómiai régióját, vagyis részét. A konfliktus tartalom tehát meghatározza azt, hogy mondjuk a nyakam, vagy éppen a hátam, a derekam, vagy a csípőm fog-e valamilyen sejtszintű sorvadást elindítani. Viszont az, hogy
Ezeken a területeken mit fogok lebontani? Csontot, ízületet, izmot, ereket vagy kötőszövetet, amint azt itt felsoroltuk, az attól függ, hogy éppenséggel milyen erős az a konfliktus, amit én megéltem. És lássuk akkor a következőkben, hogy miről is szól az érrendszer. Ugye tudjuk, van egy artériás vagy osztóeres rendszer, van a gyűjtőeres rendszerünk, a vénás, és van a nyirokér rendszer, itt pedig egy képen láthatjuk a kettőt szinte egymás mellett. A kulcskérdés itt végül is a kapilláris. Tehát hoztam egy képet a kapillárisról, vagyis a hajszálerekről, láthatjuk, hogy ennek egy igen csak vékony-vékony fala van, és az alaplemezen, ez a membrana basalis, az, ami összetartja gyakorlatilag ezeket a sejteket, amit ugye endotél sejteknek nevezünk. Ha valaki már járt ilyen csempeboltban, akkor láthatod pici apró csempéket összeragasztva egy ilyen drive-it hálóra, és az egész úgy összehajtható. Tehát ha el tudjuk képzelni azt, hogy egy drive-it háló rajta vannak a kicsi csempék, és ezt összehajtom, és lesz belőle egy cső, akkor el tudom képzelni, hogy hogyan nézhet ki ez a kapilláris. És nyilvánvaló, hogy a kicsi csempe darabok között megtörténik ugye az erekben lévő anyagoknak, fehérjéknek, tápanyagoknak a kijutása a szövetekbe, és ugyanúgy a visszajutása, amit majd a vénás rendszer fog továbbvinni. Tehát az egész egy fantasztikusan, gyönyörűen megalkotott rendszer. Nem megyek külön bele abba, hogy van egy nagy vérkörünk, meg van egy kis vérkörünk. A lényeg az, hogy most az ereket nézzük meg, mint csőrendszert. És az egyes adatok szerint a szervezetünkben 40 ezer kilométernyi csőhálózat van, egész véletlenül annyi, mint a Földnek az egyenlítő körüli körfogata. Ha belenézünk az eddig elhangzott webkonferenciákba, mert azért szeretnék azokra is visszautalni, volt már külön egy összefoglaló a lábszárat érintő biológiai programokról, és a lábszár erejét érintő programokat, ha végignézzük, akkor itt találkozunk a vízszérrel, az érszükülettel, az elefántiázissal és az úgynevezett kirakat betegséggel. És ezeket a történeteket, minden, ami a lábszárunkhoz kötött érprogram, ugye ez mind úgynevezett békjó konfliktus. A békjót úgy élem meg, hogy én képtelen vagyok tovább lépni, tovább haladni, akkor a viszereimet, vagyis a vénáimat érinti. Ha megtehetném, de nem engedik, akkor érszükület lesz, vagyis az artériákat érinti. Ha már megtehetném, amiben hátráltattak engem, de mégsem teszem, akkor a nyirokrendszert fogja érinteni. És hogyha kétirányú lesz a békjó konfliktusom, akkor jön a klaudikáció, intermittens, és erről is szó volt a lábszárat érintő biológiai programokban a 21. eset a más studentem Méhenből, csak utalnék arra, hogy ott ezt az egészet részletezzük. De mit is jelent ez, hogy békjó konfliktus? Szeretném tisztázni azt a szót, hogy mi az, hogy békjó. Nagyon sok hasonló rokon értelmű szót szeretnék felsorolni, hát ha valakinek ez így ugrik be, aztán, hogy hol találkozunk a békjóval, milyen mértékben tudjuk ezeket megélni. A békjó rokon értelmű szava a búzs. A búzsba kötve érzem magam, vagy bilincsben, láncon, rabbilincsen, rabláncon, rabvezető láncon érzem magam. Ez egy olyan konfliktus jelent a békjó konfliktus, ami egy nagy nyűg, egy kellemetlen kötelék, egy hurok, egy olyan szintű elkötelezettség, korlátozottság, megkötöttség vagy akadályozottság, amiben az ember nem érzi jól magát. A békjóval kapcsolatban eszembe jutott egy
közmondás is, hogy ravasz a szerelem, aranybék jóval jár. Arra utal, hogy a szerelem is egyfajta rabság, mivel elveszíti a szabadságának egy részét az ember, ha egy másik emberhez kötődik. Figyelembe vesszük a társunk igényeit, és az arany azt jelenti, hogy ez a rabság vonzó, nyilván nem a kiegyensúlyozott párkapcsolatokról beszélünk ilyenkor. A legtöbb békjó konfliktust talán elfogultság nélkül kijelenthetem, hogy a párkapcsolatainkban éljük meg. Én nagyon kevés olyan békjó konfliktusról hallottam eddig, ami főnökhöz vagy kollégához kötődik. Persze van ilyen is, de az esetek nagy többsége mindig párkapcsolati témát feszeget. Na mi is az, hogy párkapcsolat? Ez nagyon fontos számomra, és nagyon szeretném ezt tisztázni, mert akkor is megjelenhet a békjó konfliktus, hogyha párt alkotó két ember mondjuk nem él együtt. Nos, a párkapcsolat definícióját szeretném valahogyan nagyon röviden megfogalmazni. Ha két érett felnőtt testi, lelki, érzelmi, intellektuális és fizikai szinten egymás felé elköteleződik, ez azt jelenti, hogy a két ember együtt él, vagy éppen nem él együtt, de együtt alkotnak egy új egységet, amit párnak nevezünk. Ezt a fogalmat, hogy ki milyen egyéb megnevezéssel illeti, hogy élettársi kapcsolat, házasság, vagy csak sima együttjárás, az teljesen mellékes. Itt a kettő ember egységéről szeretnék egy kicsit beszélni. Mondtál egy szót, ami megütötte a fülem. Elköteleződés. És itt kötelet látunk valakinek a lábán. Szándékosan használtam ezt a szót, hogy elköteleződés. Tehát a kérdés az, hogy mi ezt hogyan éljük meg? Az elköteleződés kórosságáról is szeretnék egy pár szót szólni, hogy a fejemben olvasol kereg. Miért gondolom azt, hogy vannak kóros és nem kóros részei a két ember egymás iránti elköteleződésében? A párkapcsolat elejét nézzük, a kezdeti fázisban nagyon intenzív érzelmek vannak jelen, sokszor felmerül a kérdés, hogy hogy tudtunk eddig egymás nélkül élni. Ez a testi, lelki, érzelmi, intellektuális, vagyis gondolati, világnézeti, fizikai szinten megtörténő egymásra találás, ez egy óriási élményt jelent mindenki számára. Ez az élmény, ez az egymásra találás élmény viszont annyira összefonódottá teszi ezt a két embert, hogy a páralkotó emberek felek egymás nélkül csak fél embernek érzik magukat. Aha. Ez a kezdeti szakaszban egy teljesen természetes és nagyon kellemes állapot, viszont ennek a túlzott megélése, vagy kóros megélése az, ami a békjó konfliktust eredményezi. Amiről az előbb beszéltem, ezt lélektani értelemben szimbiotikus kapcsolatnak nevezzük. Ugye a biológiai ismereteinkből már tudjuk, hogy van egy úgynevezett szimbiózis. Igen, erről beszélünk a sejtek szimbiózisáról minden tanfolyamon. Magyarul az együttélés szűkebb értelemben kifejezetten olyan kölcsönhatást jelent, amely nélkül az adott faj képtelen lenne a megélésre. Tehát az adott ember képtelen lenne a túlélésre. Hát biológiai szinten. Biológiai szinten. Ezzel az állapottal mi felnőttek mindannyian találkoztunk már életünk első évében. Egy nagyon szoros kapcsolatot építettünk ki csecsemőként az édesanyánkkal. Az első életében úgy viselkedtünk, mintha egyek lennénk az anyukánkkal, egy rendszert alkottunk, egy kettős egységet közös határokkal. Aztán, amikor kialakul az egyéni jelleg, az elválás ideje, a világból a baba felé érkező ingerek, játékok, tárgyak, személyek felkeltik a kíváncsiságát, és az anyja nélkül tőle leválva külön egyedül is felfedező útra indul. Erre a folyamatra azért tértem ki, mert van egy nagyon kellemes tapasztalatunk azzal, hogy mi egy szoros egységet alkotunk valakivel.
És ez a kellemes élmény, ez a szimbiotikus kapcsolatra való vágyás, vágyakozás és törekvés felnőttként is megjelenik az életünkben. Erre vágyunk a szerelemben, vagy néha az önmagunkat meghaladó értelemben a spirituális kapcsolatokban is. Viszont van egy nagyon érdekes része, ahol ez a kapcsolat teljesen megbomlik. Mert ha szimbiotikus kapcsolatban élünk, akkor lehet, hogy elfelejtkezünk arról, hogy az egyéniségünket is ki tudjuk bontakoztatni, hogy továbbfejlődjünk. És nagyon sokszor ezek a lépések talán csak az egyik félnél jelennek meg, és a másik, aki mellette van, az elnyomva csapdába érezheti magát. És itt vagyunk már a békjó konfliktusnál. Ha nem tudom a saját egyéniségemet megmutatni, nem tudok kibontakozni, akkor folyamatosan a másik ember párkapcsolatban szereplő másik ember igényeivel törődök. Ez bizony beszűkíti a tudatunkat, nagyon sokszor identitászavart is okoz, hogy akkor most kik vagyunk, kinek az életét éljük. Ha egyedül vagyunk, akkor nagyon magányosak vagyunk, nincs erőnk egyedül élni, vagy önmagunkkal lenni, és inkább benne maradunk egy olyan helyzetbe, ami már számunkra kényelmetlen. De nagyon érdekes, hogy ez az összeolvadást igénylés felnőttként milyen nehéz szerepet tölt be az életünkbe. Nagyon jól közelíted meg a dolgokat, hiszen emlékeztetnék mindenkit, hogy egy 4 részes webkonferencia sorozatunk van a párkapcsolati konfliktusokról a GNM tükrében, és tényleg a legtöbb konfliktust a párkapcsolatban éljük meg, de megéljük a családban is, és ott is megélhettünk ilyen békjó konfliktust, mert anyámtól nem tudok leszakadni, mert kötve vagyok hozzá, vagy éppenséggel a munkahelyen is lehet ilyen konfliktusunk, de erre majd kitérek az artériáknál. Jó, még pár gondolatot szeretnék ebben a témakörben elhinteni, nyilván a teljesség igénye nélkül tudok. Csak ébresztő csak gondolatokat. Ébresztésként pár mozzanatot, életmozaikot becsempészni ebbe az előadásba. Azok az emberek, akik ennyire nagyon szorosan együtt vannak, és ilyen patológikusan, kórosan vágynak a közelség megtapasztalására, akkor ezekben az esetekben egy picit megmentő, megváltó szerepet is játszunk egymás életében. Jelzem és szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a szerelmi kapcsolat elején teljesen természetes. És csak akkor hátráltatja az egyéni és a kapcsolat fejlődését, ha megmaradnak ennél a fázisnál. Ilyenkor a pár folyamatosan mindent együtt csinál, mindenhova ketten mennek, nincs saját szabad idejük, és lényeges az, hogy nem is igénylik ezt. Tehát nem élik meg ezt. Félnek attól, hogy egyedül lesznek. Nagyon lojálisak, nagyon hűségesek egymáshoz. És nagyon sokszor elnéznek olyan dolgokat is, amit mondjuk egy másik emberrel szemben, vagy egy másik embertől nem. A kapcsolatot kívülről támadó, véleményező, gyengítő embereket, akik ezt a nagyon szoros együttélést megemlítik, az külön támadásként élik meg. Nekik ez a legtermészetesebb dolog, és nem is értik, hogy miért mondják azt, hogy már 2 éve együtt vagytok, és még nem jöttetek el hozzám családlátogatni. Sülve-főve vagytok. Sülve-főve vagytok. Igen, ezek a személyek agressziót váltanak ki a párban. A menedéket jelentő kapcsolat, ez a nagyon szimbiotikus kapcsolat, egy idővel fel nem oldott, meg nem beszélt dolgok miatt, amit mindig a szőnyeg alá söprünk, egy idővel börtönné is válhat, amiből nagyon nehéz kitörni. Rendszerint akkor sem ér véget ez az állapot, ha az egyik fél meghal, mert a másik valóban félembernek érzi magát, és főleg azért is, mert
zömében az, aki a legtöbbet tesz be egy kapcsolatba fizikai testi szinten, általában az kell át hamarabb, és az Igen, megmaradt, életben maradt ember pedig azt sem tudja, hol kell kifizetni egy sárga csekket. Igen, mert a megmentő az ugye túlhajszolta magát, és a szívét tönkretette. Vagy hasonló. De ugyanez az agresszió befelé is fordulhat, mert nagyon sokszor hallunk olyan történeteket ismerősökről, hogy milyen szépek voltak, hát úgy turbékoltak, mint két galamb, most meg egymást tépik és szidják. Igen, ez is előfordul, hogy folyamatosan veszekedő pár esetén is megmarad ez az állapot, túl sok kompromisszum megkötése után, túl sok meg nem valósult, be nem teljesült elképzelés után, ott maradunk egy kapcsolatban összekötve, egymáshoz kötve, egymáshoz láncolva, nem tudunk mozdulni, és ilyenkor a válástól való rettenetes félelem az, ami összetartja ezt a párt. Ez az agresszió egymás ellen fordulhat, és ez az örökös civakodás, amiben élnek, ez egy rituálé. Ezzel kerülnek egymáshoz a legközelebb, illetve a legtávolabb is. És azt fogják írni, hogy boldogan civakodtak, még meg nem haltak. Így van. Ezek a nagyon szoros, nagyon egymás nélkül létezhetetlen állapotok azok, amelyek kórossá válnak. Kórosnak tekinthető az, ha valaki a saját életét nem tudja élni. Legyen a békjója mondjuk az édesanyja, a családja, egy családtagja, akit ápolni kell, mert sokszor ez is előfordul, hogy teljes odafordulással és teljes önátadással végez valamit. Nem biztos, hogy minden feladatot nekünk kellene elvégeznünk, nem biztos, hogy nem lehetne ezt másképp szervezni. Azok az esetek, amikor nagyon nagy mértékben alárendelődök egy másik ember akaratának, szendékának, egy kapcsolat meglétének, itt már a társfüggésre gondolok, ami szintén egy nagyon jellemző dolog, akkor érezhetem magam békjóban. Ez egy nagyon-nagyon szép összefoglalása volt annak, hogy mit is nevezünk békjó érzésnek, mi tartozik ide, és remélem, hogy sikerült mindenkinek megfejtenie, ha érintett a témában, hogy az ő békjó érzése gyakorlatilag minek köszönhető, vagy hogyan éli meg. Szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy a békjó konfliktus megoldása, mert gondolom most mindenki azt kérdezi, hogy hogyan? Igen. Szeretnék egy-két gondolatmorzsát elhinteni. A békjó konfliktus felismerése egy elsődleges dolog. Hogy kik azok a személyek, helyzetek, emberek, embercsoportok, néha egész csoportról beszélünk, akik miatt én nem tudok lépni, akikre folyamatosan tekintettel vagyok. Most egy békjó konfliktus felismerése után jön a következő kérdés, hogy na és akkor most mit csináljak? Én azt hiszem, hogy a radikális kilépés, mint megoldás, ilyenkor semmilyen radikális megoldást nem tudok pártolni, de ilyenkor főleg nem javaslott. Jó lenne megtanulni úgy egymás mellett élni, hogy mindannyiunk vágyai, elképzelései teljesüljenek, mindenkinek jó legyen, de abban legyen külön meg az a dolog is, amire én vágyom. Hogyan tudom feloldani a békjómat, ha éppen a gyermekem a kolonc, akit húzok maga után? Így van. Mondjuk megtanítom a felnőtt feladatokra. Tehát egyre több feladatot oldunk meg először közösen, aztán kiveszem ebből az energiáimat, az odafigyelésemet, a jelenlétemet, megtanítom annak az örömét, hogy egy jól elvégzett munka önállóan is milyen nagy örömet jelenthet, és így lépek kifokozatosan ezekből a helyzetekből. Abban a pillanatban, ha én hirtelen elmegyek, elköltözök mondjuk Ausztráliába, és ott szeretnék új életet kezdeni,
az érzelmeim viszont mondjuk Magyarországon maradnak, a békjómat is viszem elvittem, magammal. ráadásul egy új békjót is teremtettem Igen. magamnak a helyzettel. Tehát mielőtt itt radikális döntéseket hoznánk, gondolkodjunk el, hogy hogyan lehetnénk akár mi is önállóbbak, mert valamilyen szinten mi is megteremtettük annak a vágyát és igényét, hogy valaki állandóan mellettünk legyen, tehát azért ne mutogassunk egyből a partnerünkre, mert ebben azért benne vagyunk legalább 50%-ban mi is. Így van. Hogy mi az, amiben én szabadnak, felszabadultnak érezhetném magam, és melyek azok a lépések, amelyek megkövetik, vagy amelyeket meg kellene lépnem ahhoz, hogy ez a helyzet bekövetkezzen. Köszönöm a kitérés lehetőségét. Hát nagyon lényeges dolgokra világítottál rá, mert valójában az első dolog az, hogy felismerjük, hogy hoppá, hát baj van. De hát ha nem akarjuk felismerni, vagy ha, hogy is mondjam, az első lépés az, hogy őszinték legyünk önmagunkhoz. Mert ha nem vagyunk őszinték önmagunkhoz, akkor hiába fog megjelenni a lábszáron az érszükület, vagy megjelenni a vízszér, akkor is azt mondjuk, hogy nem, én nem érzek békjót. Hát kérem szépen, a biológia, ne feledjük, mindig egy érzelmi megrázkódtatása, fel nem oldott érzelmi megrázkódtatása fog elindítani egy biológiai választ, és nem csak úgy unalmában. Na most ugye erekről beszélünk, és láthatjuk itt az artériának a szerkezeti képét. Hát láthatjuk, hogy az artériák nyilván, hogy vaskosabbak, erősebbek, és hát a faluk is vastagabb, nyilván azért, mert ebben nagyobb nyomás uralkodik, mint a mellette levő vénákban. Ugye tudjuk, hogy a fő artériák mellett mindig két véna húzódik. És a lényeg az, hogy lássuk a szerkezetbeli különbséget is az artériák és a vénák között. Nyilván az artériákból a szív által létrehozott nyomás hatására a vér a periféria felé halad, láthatjuk itt ugye piros színnel jelölve, jelzem mind a két érben piros vérkering, csak piros-kékkel jelöljük a megkülönböztetés véget. És a visszafele, a szív felé haladó vér, az a vénákon fog felkerülni, most képzeljük el a lábunkból a szívünkig, azért egy 1 méter 20 centit a véroszlopnak fel kell jutni a gravitáció ellenébe. Na most ezt fogja megoldani ez a billentyűrendszer, amit látunk itt is, meg látunk itt is. A billentyűrendszer kicsi szakaszokra fogja a véroszlopot felszabdalni, és ezért a felfelé jutása a véroszlopnak sokkal könnyebb lesz. Akkor viszont, hogyha elkezdtük a békjó konfliktussal a vénák falát szétszedni, és tönkre mennek ezek az összekötő kicsi vénák, vagy a perforáns vénák, amelyek a bőr és a mély vénák között húzódnak, nos, akkor fog kialakulni a felületi vízszér, mert ezek az összekötő vénák ugye tönkre mennek. Ezt úgy képzeljük el, hogy azért a mély vénáknak a keringését, a vérnek a keringését a mély vénákba azért segítik az izmok, mert az izmok ritmikus összehúzódása az a vénák falára hat, és nyilvánvaló hozzájárul a véroszlopnak az üdítéséhez fölfele. A nyomás tehát ezekben a mély vénákban nyilván, hogy elég nagy, és főleg, hogyha intenzív izommunka folyik. Viszont, hogyha itten megtörténik a mély vénákban megfelelő sebességgel a véroszlopnak a továbbjutása a szív irányába, akkor megnyílnak ezek az összekötő vénák, és a perifériáról is a vér szépen a mély vénák felé fog haladni. A vérnek a nagy része a vénás rendszerben található. És az, hogy mikor, hol van szükségünk még vérre,
az pontosan az ereket alkotó izomrétegek fogják megoldani, nyilván idegrendszeri parancsra, vegetatív idegrendszer parancsára. Adott helyen összehúzódnak az erek, hogy az ér, hogy a benne levő vér átáramoljon azokra a helyekre, ahol éppen szükségünk van nagyobb vér felhasználásra. Mondok egy egyszerű példát, amikor jól lakunk ebéd után, és jön az úgynevezett kajakóma, az csak attól van, hogy a vérünk az nagy részt az belek irányába fog terelődni, pontosan azért, hogy az emésztés és felszívódáshoz legyen elegendő vér a megfelelő helyen. Remélem sikerült érzékeltetnem azt, hogy mi a különbség tehát a vénák és az artériák fala között, illetve hogy hol lesz problémánk akkor, ha elkezdjük a vénák falát tönkretenni. Itt már láthatjuk is ezen a képen, hogy ha tönkretesszük a vénáknak a falát, hát bizony akkor a vér visszafele fog folyni. És mi lesz ennek a következménye? Az lesz a következménye, ha a vér visszafele folyik, hogy nő a szöveti nyomás, és ugye elindul a lábnak a dagadása, és kidudorodnak ezek az úgynevezett felületi vénák. Tehát a felületi vének csak ezért fognak tudni kidudorodni, mert az összekötő, amit mutattam az előbb, az összekötő kicsi vénáknak is a billentyűzete már megment, mert lebontottuk, ugye ne felejtsük, hogy önleértékelés az önpusztítás jelent. Hát az, aki békjobban érzi magát, és az az érzése, hogy képtelen vagyok nélküled tovább lépni, tovább haladni, képtelen vagyok nélküled, ez nem azt jelenti, hogy én magamat a másik ember értéke alá tettem? De hogy nem, valószínű, hogy itt van a lényeg, hogy hogyan írom le magam, milyen mértékben és milyen módon próbálom a saját elvárásaimat, vagy a saját elképzeléseimet a színé valása törvényre kidobni. Nyilván, amikor összefoglaltuk az önleértékelési konfliktusokat, akkor ebbe belementünk részletesen a különböző szövetek szintjén, de itt most csak az erek szintjén fogjuk ezt elmondani, és nyilvánvaló az, hogy a vénáink tönkre menjenek, azért arra huzamosabb időre van szükség. Tehát ez egy alapérzésként szerepel ott nálunk, hogy igen, én képtelen vagyok enélkül az ember nélkül tovább lépni, haladni, és ezért marad bent abban a párkapcsolatban, ami számára már nem boldog. Vagy éppenséggel a közös adósság is összeköti az embereket, és képtelenek ebből a békjóból kilépni. Nos, az erek falának, a vének falának a tönkretételével ugye a billentyűrendszer érintett, és mint mondtam, a vénás pangás fog kialakulni, de ha eljutunk a megoldásba, akkor a véna fal be fog gyulladni. És ezt a gyulladást, ezt flebitisnek is nevezhetjük terminus technicusszal. A lényeg az, hogy a gyulladásos folyamat során nyilvánvaló, hogy érzékenyebbek lesznek ezek a vénák, és nem csak feltétlenül a belhártya gyulladása fog lezajlani, hanem éppenséggel a környező szövetekben is a gyulladás tapasztalható lesz. Az epileptoid krízisben jelenik meg a mélyvénás trombózis, ne feledjük, hogy az epileptoid krízisben a vénákat alkotó símaizmok görcsösen összehúzódnak, és fájdalom is jelenik meg, és amikor ennek a folyamatnak vége, akkor jön a hegesedés. Na most ezt a folyamatot minél többször indítjuk el, annál hegesebb lesz a vénának a fala. A biológiai értelem pont azon van, hogy megerősítsük a lesorvasztott vénának a falát. És ha nem oldjuk fel a konfliktust, akkor láthatjuk itt a középső képen, hogy igenis ki fog alakulni a lábszárfekély, de ennek is a gyógyulása addig nem lesz megoldott, ameddig a békjó konfliktust
fel nem oldjuk. Vagyis azt, hogy képtelen vagyok nélküled tovább lépni. Aztán van olyan helyzet, amikor a békjó adott, én már tovább tudnék lépni, de mégsem tehetem meg. És itt ez is benne van egy párkapcsolatban, mondjuk a férfi tovább tudna lépni, de nem teheti meg, mert ott van a beteg felesége. A felesége meg úgy érzi, hogy nem tudok élni nélküled, ez a főslágere. Tehát a feleségnek viszeres problémái lesznek, a férjnek pedig a lábszáron érszükülete lesz. De ugyancsak a párkapcsolati oldalon jelenik meg a munkahelyi konfliktus is. Teszem azt, egy férfi egy olyan munkahelyen dolgozik, ahonnan már nagyon szeretne elmenni, el is menne ő, de nem engedik, mert esetleg olyan titkoknak a tudója, amit nem vihet át a konkurenciához. Tehát vannak még egyéb tényezők is, amelyek az artériákat ilyen mód érintik. A megoldásban ugye jön az érfal megvastagítása, és azt látjuk itt, és itt van az érelmeszesedés kialakulásának a programja, amiről ugye eddig úgy tudtuk, hogy ismeretlen, hogy miért már idővel kialakul az erek elmeszesedése, nem kérem szépen, az erek elmeszesedése csak akkor fog kialakulni, ha én ezt érzelmileg, ezt a belhártyát elkezdem lebontani, majd visszaépíteni, de természetesen, hogy vannak olyan gyógyszerek is, amelyek képesek gyulladást fenntartani az erek belhártyáján, és ezáltal elindítani és fenntartani az érelmeszesedés folyamatát. Tehát utána kell nézni a dolgoknak, hogy valójában minek köszönhetjük az érelmeszesedésünket. Aztán van a kirakat betegség, ugye a klaudikáció, ami kétirányú békjó érzése. Ezt úgy szoktuk észrevenni, hogy beleáll a görcs a lábunkba, és te jó Isten, nem tudok tovább lépni. Úgy fáj a lábom, hogy nem tudok tovább lépni. Tehát, hogy ne vegyék észre, hogy baj van, odafordulok a kirakathoz, és nézem a kirakatot, aztán elmúlik a fájdalom, oldódik a görcs, újra tudok járni. Mi az, ami ilyenkor történik valójában? Van egy kétirányú békjó érzés, mert az egyik az, hogy képtelen vagyok tovább lépni, de kénytelen is vagyok tovább lépni. Na most tessék egyszerre két ellenkező irányú parancsot adni a biológiának, hogy oldja meg. Ugye az ellenszegülés és undorfélelmi konfliktus is két ellenirányú konfliktus, mert az egyik emeli a másik, meg csökkenti a vércukorszintet, és a biológia megtalálja a középmegoldást. Itt az osztóereknek az izmos falában lép fel egy nagyon erős görcs, és úgy néz ki, mintha érszükülete lenne a betegnek, de ez csak egy érgörcs. Természetesen éveken át fennálló konfliktus következménye lesz ez a folyamatos érgörcs, tehát sima izomnak a görcsös állapota, és amikor már olyan fokú ez az úgynevezett szükület, hogy nem jut elegendő vér az érszakasz alatti részbe, hát ugye megjelenik a fájdalom, és nyilvánvaló, hogy a megtett út hossza egyenes arányban van az ér átmérőjével. Viszont, ha megoldjuk a konfliktust, akkor kimelegszik a végtag, és nő a megtett út hossza, a fokozott ér és izom görcs az pedig az epileptoid krízisben lép fel. Tehát, ha valaki éjszaka arra ébred, hogy beleállt a görcs a lábába, akkor tudjon róla, hogy az epileptoid krízist élte meg, gondolkodjon el rajta, hogy mi az a dupla békjó konfliktus, amit gyorsan meg kellene oldania ahhoz, hogy ilyen kellemetlen éjszakai lábfájásai ne legyenek. És ez nem a nyugtalan lábszindróma, az teljesen másról szól. Van egy olyan gyógyszer, ugye, amivel az artériák falát gyógyszeresen arra lehet bírni, hogy kitáguljanak átmenetileg, és akkor a megfelelő erős keringés folyással el lehet érni azt, hogy több órán keresztül is fennálljon a megfelelő keringést. Lásd a
alsó végtag biológiai programjait összefoglaló előadásban részletezem Hammer doktornak a My Studenten Mayhem című könyvéből vett esettörténetét. És igen, ott a beteg, hallgatva ezt a fantasztikus dallamot, megúszta az érműtétet, és amint látjuk, ugye a megoldási szakaszban, a megoldási szakasz gyakorlatilag a legrövidebb időre fogja vissza az archaikus varázsdalom hallgatása, illetve megakadályozza a konfliktus recidívák becsapódását, kivétel ugye az optikai sín. Ezekről szintén szó volt a két héttel ezelőtt is összefoglaltuk az archaikus varázsdallamnak a hatását, csak felhívom a figyelmet megint csak arra, hogy fantasztikus segítséget ad ennek a dallamnak a hallgatása. Tehát, ha valaki hallgatja a dallamot és nem változik a helyzet, akkor tudhatja, hogy az optikai sín az minden nap ott van előtte. Segítség ugyancsak a konfliktus megoldására a síneknek a beazonosításával. Az érelmeszesedés tehát egy önleértékelés függő gyógyulásban, mert ugye, mint mondtam, hogy a DHS, a konfliktus tartalom az, amiről szól a konfliktus, meghatározza a szövetpusztítás helyét, ugye, és hogy melyik testrészünket érinti, a konfliktusnak az ereje pedig, hogy most éppen az ereket érintse. A konfliktus aktív szakaszban az endotél, tehát az az érbelhártya magyarul, sorvadni, bontódni fog, majd a megoldásban jön a visszaépítés, és itt jön ez az áldott koleszterin, ami azért van, hogy megerősítse a lebontott érfalat. Csak hogy a helyzet az, hogy mi nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit teszünk önmagunkkal, és ezt a folyamatot, ha fönntartjuk, akkor igenis súlyos érelmeszesedés is léphet fel. Először ugye habos plak alakul ki, és aztán utána kialakul az elmeszesedett ér. Most nyilván, ahogy mondtam, hogy a konfliktus tartalom, milyen hülye vagyok. Hányszor szoktuk ezt mondani magunknak, ugye szép pozitív megerősítés. Ez vajon mit fog érinteni? Nyilván, hogy az agyi ereket fogja bontani, építeni, bontani, építeni, bontani, építeni, és egyre messzesebb lesz az agyi ér rendszerünk. Hát természetes, hogy az intellektuális munkát végző emberek, a tudósok, a felfedezők, azok a kudarcaikat nagyon súlyosan élik meg, és ezért nagyon súlyosan tudnak az agyi keringési zavarhoz szükséges érelmeszesedést létrehozni. Mint elmondtuk, ugye a nyaki tájék az az igazságnak a helyszíne, és amikor az igazságtalanságot élem meg, tehát velem szemben igazságtalan döntés született, akkor nyilván, hogy a nyaki erünk lesz érintett, jelen esetben itt az artériát mutatom, és van ugye nyaki érszükület, amit már műtétileg korrigálnak, holott az agynak a vérrelátása az 6 eren keresztül adott, és a Willis gyűrűn keresztül az agy minden része fog megfelelő vérhez jutni, megfelelő mennyiségű vérhez jutni, akkor is, ha a 6 érből valamelyik éppenséggel szűkebb, vagy nem működik kellőképpen, de nem akarok itt az agy keringési rendszeréről részletesebben beszélni, csak éppen felhívom a figyelmet, hogy nem biztos, hogy mindig a műtéti megoldás az egyetlen megoldás, és nem biztos, hogy a tüneteink háta mögött pontosan az érszükület az egyetlen tényező, amivel számolni kell. De összefoglalásról van szó, ezért részletekben nem fogok most belemenni. Nézzük, ha kilépnék a béklyóból, de nem tehetem, ugye ez az, ami az alsó végtag artériáit érinti, erről már külön szóltam, és nyilván, hogy az artériáknak a szűkülete oda vezet, hogy aztán a lábujjak teljesen elfeketednek, sőt elhalnak.
Azt szoktuk mondani, hogy jobb a békesség. Kérdés, hogy ez mennyire, de mennyire csak szóhasználat, vagy valójában hát érzelmileg megérintett történet az, amit magamra előszakolok. Tehát van valami családi balhé, és a jobb a békesség címszó alatt összeölelkezünk, bár én érzelmileg ezt a történetet nem oldottam meg, hát akkor a karoknak az erei lesznek érintettek. Ha azt tudjuk jól, hogy a hasi szerveink ugye a falattal foglalkoznak, és átvitt értelmi falatokról, megoldatlan feladatokról, falatokról, állapotokról is szó esik, amikor a hasi rész érintett. Tehát ha meg tudnám oldani ezt az áldatlan állapotot, de nem tehetem, ugye, akkor a hasi ereknek az érintettsége adott lesz. Vannak ilyen élethelyzetek az életünkben, hogy valamit meg tudnék oldani, de mégse tehetem. Igen, ezek azok a döntések, amiket inkább ésszel hozunk meg, mint szívvel, amikor racionalizáljuk a helyzetünket, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nagyon feketén-fehéren gondolkodunk. Igen. Gyakran egy egyszerű helyzetben annyi megoldási lehetőség van. De mi korlátozzuk magunkat egyfélére, és ha azt nem találjuk, akkor le is Igen. mondunk a változásról, vagy a szebb kilátásokról. És hogyha ez egy, mondjam azt, hogy gondolkodási stratégiává válik, és ez szerint élek és gondolkodom, és hozok döntéseket, akkor eljutok oda, hogy a hasi erek, a mezentériális erek, ugye, olyan mértékben szűkülnek, hogy majd mezentériális infarktusról fog a diagnózis szólni. Általában konfliktus kerülő embertípus betegségéről beszélhetünk. Nem szeretek sablonokat és címkéket használni, igen. de most ez a helyzet, ezzel a helyzetben kivételt teszek. Mert ha meg tudnám oldani, bennem van a kapacitás, bennem van a vágy, bennem van az elhivatottság, bennem van az, hogy szeretnék ebből a helyzetből kilépni, szeretnék ebből kiszabadulni, megoldani. A helyzetben túl jutni, de nem tehetem. Hányszor? És miért nem tehetem? És itt vannak azok a gondolati, filozófiai, morális, etikai, vallási, szociális, meggyőződési elveink, amelyek néha teljesen más irányba visznek, mint amire ezt mi eleve kitaláltuk. Igen, de van olyan élethelyzet, amikor békjóban élek, mert már, hogy mondjam, eladtam a lelkemet a polgármesternek, és akkor volna egy jó ötletem, hogy hogy lehet valamit megoldani, de nem tehetem, nem mondhatom, mert már eladtam a becsületem. És itt lehet szó polgármesterről, lehet szó családtagról, lehet szó főnökről, vagy bárkiről, de ez is egy olyan helyzet, ami egy ilyen áldatlan állapot, ami természetesen, mivel a folyamat, hát hogy is mondjam, hosszú időn keresztül fennmarad, ezért mezentériális infarktushoz elvezethet. És akkor jönnek a napi bosszankodások. Azért ugye mindig elmondom, hogy bosszankodással és aggódással semmit se fogunk megoldani, de nem akarják az emberek ezt észrevenni, még az se, hogy bosszankodnak, mert már olyan szokásává vált, hogy mindenen bosszankodik, hogy majd akkor fog rájönni, hogy tényleg ezt teszi, amikor a mája lesz érintett. Ugye itt mindig az epe vezeték az, ami először érintett, de ha megnézzük a májról szóló webkonferencia anyagot, és ott látjuk a májnak a tömb képét, hogy hogyan függ össze az epe rendszer és a májnak a vérellátása, akkor ebből láthatjuk azt is, hogy az epe vezetéknek hogy mondjam, az érintettsége visszahat az egész májkeringésre, és a májkapuvéna trombózisa jöhet létre a máj előtt, illetve a máj mögött,
ugye a nyelőcső varixok fognak kialakulni. Úgyhogy itt egyetlen dolgot kellene csak megoldani, hogy ne bosszankodjuk. Tudjuk elfogadni, hogy a másik ember nem úgy gondolja, és nem egyszer hallottuk már vissza a tanfolyam után, hogy a hallgatóktól, hogy hát igen, most már könnyebb megérteni ezt vagy azt a családtagját, hiszen nem tehet róla, mert hát nem rossz szándékú, csak konstellált. És ugye akkor itt a konstellációkról egy egész délelőtöt lehetne előadást tartani. Nos, vannak szerzett trombózisok is, ugye, és ezek fizikai tényezők hatására jönnek létre, tessék megnézni a képet, ugye ismerős dolgok az ilyenek, amikor is a kanül túl sokáig bent marad egy érben, és ugye létrehozza a gyulladást és a gyulladással együtt a trombózist. Hát arra kell törekedni, hogy minél kevesebb ideig legyen szükségünk ilyenre. Nem, hogy mondjam, nem szórakozásból fognak nekünk kanült beépíteni természetesen az eregbe. Ez mindig szükséges és nagyszerű dolog, hogy ilyen létezik, és nem leragasztott injekciós tűket alkalmazunk, mint azt még a 80-as években alkalmaztak, hanem vannak ezek a kanülök, ezek egyre jobb anyagokból készülnek, tehát ami a szöveteket, az ereket nem ingerlik, de előfordulnak ilyen másodlagos szerzett trombózisok. És hadd ne felejtjük azt se, hogy a politraumatizált beteg, vagyis az, akit, hát hogy is mondjam, egy kicsit összetörtek, mert elesett, leesett, sok helyen megütötte magát, az azt jelenti, hogy sok helyen fellépett belső vérzése, és ilyenkor elindul ez az úgynevezett disszeminált intravaszkuláris koaguláció, DIC, ez a kórkép, és hát ilyenkor természetesen, hogy az alvadásgátló kezelés az teljesen jogos és szükséges. Tehát észre kell venni azokat a dolgokat is, amelyek nagyszerű felfedezések és terápiás lehetőségek a mai medicinában, de tudnunk kell azt is, hogy azok a dolgok, amik kialakulnak, azok valóban mit jelentenek. És erre legjobb példa a nyirokrendszernek a megértése. Ugye a nyirokrendszerről is volt már külön webkonferenciás anyag, itt csak röviden utalnék arra, hogy ugye a nyirokerek is új mezodermális eredetűek, vagyis az önleértékelés lesz az, ami bontja a nyirok rendszernek az összetevőit, ugye a nyirok csomókat és a nyirokerek falát egyértelműen. De a másik történet viszont a nyirokrendszernek a túlterhelése, mert a nyirokrendszer az, ami a lebontott sejtek újra hasznosításával foglalkozik. És hogyha elkezdünk egy daganatot, egy melldaganatot például lebontani, akkor az természetes, hogy a hóna nyirok csomók azok meg lesznek dagadva. De ez akkor nem áttét, amiről beszélünk, hanem kérem szépen egy nagyfokú hát, újrahasznosítás. Amikor önleértékelésről van szó, akkor a nyirokcsomók ugye, mint a sajt lyukacsusak lesznek, sorvadnak, ugye ezt nem szokjuk észrevenni, de amikor megtörténik a megoldás, akkor már Hodgkin-kórról beszélnek, mert ugye nincsen, van egy nyirokcsomóm, és nincsen gyulladásban lévő fogam, mandulám, vagy valamim a nyaki nyirokcsomó környékén, akkor természetesen ezt rossz indulatúnak fogják nevezni, mert nem találnak egy gócot, ami ezt a nyirokcsomó megnagyobbodást indokoltá teszik. És még az is jön, hogy tapogassuk magunkat, és nézzük, hogy hol vannak nyirokcsomók, és ha találtunk egy megnagyobbodott nyirokcsomót, Uram Isten, akkor jaj, mi történt? Akkor csak az történik, hogy nagyon jól működik a biológiánk. Jó lenne a nyirokcsomókkal kapcsolatos félelmeinket teljes mértékben feloldani. A túlterhelés van a nyirokcsomóban, az csak azt jelenti, hogy gyógyulási szakaszba került például a meldaganatunk, vagy éppenséggel a nyaki
nyirokcsomó megnagyobbodásról van szó, akkor éppen lebontjuk a felesleges sejteket a mandulánkban, amit már lehet, hogy ráknak neveztek, vagy folytathatnám a történetet, mert minden nyirokcsomónak ez a feladata. Természetesen, hogy van olyan is, amikor egy nyirokcsomó fájdalmas lesz, és ugye, ha egy tájognak az üdülési vonalában fekszik, akkor létrejön a limfangitis, a nyirokér gyulladás, de a nyirokér lebontása és visszaépítése is a nyirokér gyulladásához fog vezetni. Lássunk olyan helyzetet, amikor ugye Hodgkin-kórról beszélünk, ezt a képet is már többször bemutattuk Hammer doktor könyvéből. Ugye itt a nyaki nyirokcsomónak a megnagyobbodását láthatjuk. Vajon miért? Mert egy igazságtalanságról van szó természetesen. A DHS-t ezt képezte. Lebontottuk a megfelelő nyirokcsomót, ugye? És a konfliktus aktív fázis az tünetmentes, és jön a megoldási szakasz, amikor megtörténik ennek a lyukacsos nyirokcsomónak a visszaépítése, és azt ne feledjük, hogy a létezés konfliktus, magányosság, meg nem értettség, kirekesztettség érzése, stb. Lásd ödémáknál. Tehát ezek az érzések mindig több folyadéknak a begyűlemlését, begyűjtését fogják jelenteni, és még nagyobb lesz a nyirokcsomónk, mint lennie kéne. A program végére ez a nyirokcsomó nagyobb marad, fájdalmatlan. Az nem jelenti azt, hogy rossz indulatú. Nem kell szurkálni, nem kell piszkálni, nem kell kitépni, nem kell eltávolítani, mert akkor igencsak kellemetlen történetnek leszünk a tanúi. Itt látjuk a szerzett nyirokpangásnak a képét, mondjuk ha ennek a hölgynek ugye a bal mellét megoperálták és kitéptek 25 nyirokcsomót a hónajból, akkor ne csodálkozzunk, hogy a nyirokpangás fellép szerzett módon egy műtét után. De elefántiázis, vagyis nyirokpangás lép fel, mint mondtam, abban az esetben is, hogyha azt élem meg, hogy kiléphetnék a béklyóból, de mégsem teszem. Vagyis itt még mindig nincs feloldva a béklyó konfliktus. Ez csak azt jelenti, hogy még mindig nincs feloldva. Még mindig ott van bennem, már megtehetném, de mégsem teszem, de vajon miért? Mert szeretek áldozat szerepben élni, szeretem a kiszolgáltatott állapotot, és szeretem azt, hogyha ezért én rám jobban figyelnek, sajnálnak egy kicsit, és a többi ember figyelméből gyűjtök be magamnak egy kis energiát. Tudjuk nagyon jól mindannyian, akik betegekkel foglalkozunk, hogy vannak betegek, akiket nem lehet gyógyítani, sőt a gyógyulás irányába se lehet terelni, mert ha valamire megkapja a választ, akkor rögtön mond még másik két dolgot, amire továbbra is azt mondja, hogy de ez viszont akkor mitől van. Én remélem sikerült összefoglaljam az érrendszernek azt a részét, amit hát az orvosi rendelőben nem nagyon fognak összefoglalni, hogy lássuk azt, hogy mikor, milyen erőnk érintett, és mi az, ami valójában megoldásra vár. És láthatjuk, hogy nem a nemtől, a kortól, az etnikai hovatartozástól függ az, hogy milyen erőnk és hol lesz érintett, hanem csak is attól függ, hogy hány fel nem oldott érzelmi konfliktusunk van. Kérdés, hogy milyen hosszú a konfliktus aktív szakasz, mert ugye a megoldási szakasz az ennek megfelelő lesz, és az is lényeges, hogy elakad a gyógyulás, vagy pedig tényleg lezárjuk ezeket az értelmes biológiai különprogramokat, amelyek ugye mindig a túlélés és a faj fenntartást biztosítják számunkra. Ha pedig halmozzuk az élvezeteket, vagyis a konfliktusokat, akkor a személyiségünk megváltozásához fog vezetni. Erről szólnak az agykérgi, a fehérállományi, vagy a kisagyi, vagy az agytörzsi konstellációk, és hát ezek külön személyiségváltozással járó helyzetek, de ezeknek a megoldásában is fantasztikusan segít az archaikus varázsdallam. Tehát, hogyha tudom, hogy mi az ok,
és azt érzelmileg feloldottam, akkor egy valós megoldást tettünk, és nem csak költöttük a pénzünket fél megoldásokra. Ez egyben a legolcsóbb és legbiztosabb megoldás is, jelzem. És hogy tudományról beszélünk, az pontosan azért van, mert reprodukálható. Ugyanezt történik, kérem szépen, egy kenyai emberrel is, mint egy európai emberrel. Ha azt a békjókonfliktust úgy éli meg, ahogy, akkor az ő lába is érintve lesz. Összehasonlítható, előrejelezhető, hiszen a két szakaszúságból, a konfliktus aktív szakaszból tudjuk, hogy a megoldás mikorra várható. Tehát nem az van, hogy egyeseknél ez lesz, másoknál meg az lesz, hanem pontosan előrejelezhető minden. És ezért egy nagyon lényeges dolog, hogy megértsük, nem kell az állatokat kínozni, nincs szükség állatkísérletekre. Le kell állni az állatkísérletekkel, hiszen az állatok konfliktusai, azok nem a mi konfliktusaink. Tehát őnáluk is minden érzelmi megrázkódtatás az agy közvetítésével indít el egy szervi elváltozást. El tudunk indítani szervi elváltozást az állatoknál fizikai tényezők hatására is, de az nem azt jelenti, hogy az embernél is minden ugyanúgy fog lezajlani. Viszont ha tudjuk az embriológiát és az öt alaptörvényt, akkor egy egyszerű, logikus, mindenki által megérthető és megtanulható rendszert kapunk. És a kérdés, mint mondtam, az, hogy a beteg hajlandó-e megbocsátani, hajlandó-e az életének az irányítását a kezébe venni, és kilépni a békjóból. Mert ehhez ugye bátorság kell, de a bátorság akkor lesz, születik meg benne, ha teljesen tisztában lesz azzal, hogy ki ő valójában. Hogy nem egy kiszolgáltatott, nem egy alacsonyabb rendű lény, hanem képes az életét a kezébe venni, és képes olyan életet élni, amiről mindig végig is álmodott. Nos, hát ezekről a dolgokról a háromnapos szemináriumokon van szó, és nyilvánvaló, hogy az átadott megoldási kulcsok segítenek abban, hogy mindezt elérjük. Nagyon köszönöm a figyelmet önöknek, és köszönöm ezt az előadást, Karesz.